A mai videóban az algákkal kapcsolatos 7 fontos tudnivalóról lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit! Japánban a 100 évesek száma az utóbbi 60 év alatt 153-ról 60 ezerre nőtt, valószínűleg több tényező miatt, de annak következtében bizonyára nagy mértékben, hogy Japánban 10 kg algát fogyaszt egy átlagember évente. Az algák a legelső élőlények között jelentek meg a Földön, tehát ott voltak már mindjárt a teremtés kezdetén, több mint 3 milliárd éve léteznek, ami bőven elegendő volt arra, hogy tökéletesre fejlesszék magukat. Az első lényeges tudnivaló az algákról, hogy belőlük a hasznos mikrotápanyagokat a szervezetünk sokkal hatékonyabban tudja kinyerni, hasznosítani az emésztés során, mint a szintetikus, mesterségesen létrehozott vitamin, multivitamin készítményekből. Ez azért van így, mert az algák élelmiszerek, az ásványokat, a nyomelemeket, az aminosavakkal, tehát a fehérjékkel szerves, azaz kelát kötésben tartalmazzák. A spirulina például nem rendelkezik kemény sejtmembránnal, így 90% feletti hasznosulással bír. Ha mikroalgákat szedünk, ígyunk elegendő vizet is, nem csak az alga elfogyasztásakor, de folyamatosan a nap során, mivel a méregtelenítési folyamatokhoz a víz elengedhetetlen. Az algák ugye vízben élnek, vízben tudják kifejteni jól a hatásaikat. Ez kifejezetten érvényes a zöld és a kék algákra, mint a spirulina és a klorella. Ha nem iszunk elegendő vizet az algák szedése alatt, tapasztalhatunk esetleg puffadást és szédülést is. A negatív tünetek a legtöbbször elmúlnak, ha iszunk elegendő vizet. Ha le van gyengülve az emésztőrendszerünk, ha gyenge a gyomorsavunk, puffadunk, bélgázok vannak, az algáktól függetlenül is szedjünk az alga mellé almaecet kapszulát. Amikor elkezdjük szedni az algát, fokozatosan növeljük az adagot hétről hétre. Erre azért van szükség, mert a testünk elszokott a magas mikrotápanyag mennyiségtől, így újra hozzák ezt szokjon a sokkal nagyobb mennyiségű vitaminhoz és nyomelemhez. A fokozatos adagnövelés a méregtelenítés miatt is lényeges, az algák hatékony méregtelenítők, kifejezetten a klorella és a kelpalga. Tehát az az ideális, ha a méregtelenítés fokozatosan erősödik, és nem azonnal intenzíven jelentkezik. Az algák szedésekor felléphet úgynevezett gyógyító krízis, ez leginkább magas vérnyomásnál és ízületi problémáknál jelentkezik, ami azt jelenti, hogy 1-2 hétre felerősödhetnek a tüneteink. A gyógyító krízis azt jelzi, hogy az alga működésbe lépett, kifejti a hatásait, beindult a méregtelenítés, és a szervezetből távoznak a méreganyagok. Ilyenkor sokan abba hagyják az algák szedését, azt gondolván, hogy ugye kárt okoznak, de valójában ilyenkor tovább kell szedni. A krízis időszak alatt csökkentett, megfelezett adaggal, majd ha mérséklődnek a tünetek, újra emelt adaggal lehet tovább. Ugye ha nem csak tüneteket akarunk eltüntetni, ahogyan azt a gyógyszerek teszik, hanem holisztikusan, tehát egyben akarjuk a szervezetünket pozitív irányba elmozdítani, az nagyon leépült szervezetnél csak a gyógyító krízisen keresztül működhet. A krízis időszak nem mindenkinél jelentkezik, és erőssége általában csak olyan súlyos, amennyit a szervezet elbír. Illetve érdemes ugye kevesebbet enni ilyenkor és böjtölni alatta, mert ezzel is segítjük a testünk gyorsabb regenerálódását. Következő lényeges tudnivaló, hogy az algák többsége jól hasznosuló természetes jódot tartalmaz, kifejezetten a kelpalga, amire nagyon nagy szüksége van az emberi szervezetnek, pláne egy olyan országban itt nálunk, ahol kevés tengeri ételt fogyasztunk. A kelp valójában ugye nem egy alga, hanem egy tengeri hínár, rengeteg van belőle az óceánokban. A jód fontos a sugárzásokkal szembeni védekezéshez, az intelligenciánk megtartásához, és az anyagcserénk, illetve az immunrendszerünk miatt is. Az elmúlt évtizedekben az emberekkel ugye elhitették, hogy a sok jód káros, hogy a jód csak az pajzsmirigynek kell, pedig valójában minden egyes sejtünknek szüksége van a jódra. Az algákban lévő természetes jódtól nem kell félni, még autoimmun pajzsmirigy betegeknek sem. Én sok algát szedő pajzsmirigy beteggel beszélve szinte mindegyiktől azt a visszajelzést kaptam, hogy az algák hatására konkrétan javult az állapotuk. A tudomány által javasolt napi jódmennyiség itt Európában ugye nagyon alacsony, 150 mikrogramm per nap, így az orvosok is ehhez igazodnak, miközben például Japánban évente 100-szor több jódot fogyaszt egy átlagember,
mint itt Magyarországon. Az algák sokszor drámai és jelentős javulást hozhatnak az egészségi állapotunkban, ettől ne ijedjünk meg. Az algák képesek növelni az őssejtek termelődését, és tartalmaznak ritka, ugyanakkor igen hatékony mikrotápanyagokat, például az asztaxantint. Ugye az asztaxantin adja jellemzően a vízi élőlényeknek a vörös, illetve narancssárga színét, tehát például a lazacét, vagy a rákoknak a vörös színét, de legnagyobb koncentrációban a Haematococcus pluvialis algában található meg. Az asztaxantin földünk ismert természetes antioxidáns vegyületei közül az egyik legerősebb. És végezetül nézzük meg, mely egészségügyi problémák alatt lehet és nem lehet szedni őket. Nem igazán találunk olyan egészségügyi problémát, ahol ne lenne jó algát szedni. Egyszerűen azért, mert minden egészségügyi probléma egyik fő alap oka a tápanyag hiánya, tehát egy vagy több mikrotápanyag nem elérhető a szervezet számára. Az algák abban segítenek, hogy a betegségek alap okait, a tápanyag hiányt mérsékeljük. Ha esetleg nagyon el van lugosodva a szervezetünk, mielőtt kék-zöld algákat szedünk, először savasítsunk almaecettel, betain-hidroklorittal. Ugyanan tudjuk, hogy nem elégséges az emésztésünk, a gyomorsabb lugos irányba tolódott el, hogy puffadások és bélgázok vannak jelen. Ha esetleg jódérzékenyek vagyunk, kerüljük mindenképpen a kelp algát. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedved és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.